Inge de momanga. Quiero male butale. Ai java. Ai chachi vorba pena. Jó napot kívánok, Zászkalicki Zsuzsanna vagyok, a Krédó című evangélikus folyóirat főszerkesztője 2009 és 2020 között. Azért gyűltünk itt össze a kiadó irodájában, illetve az online térben, hogy egy kicsit beszélgessünk erről az új lapszámról, amelyik nemrég jött ki a nyomdából, a 2020/4-es lapszám, tematikus lap. A címlapján azt olvashatjuk, hogy cigányok Magyarországon. Nyilván egy folyóirat nem térhet ki ennek a kérdésnek minden aspektusára, de igyekeztünk a témát különböző oldalról megvilágítani. Beszélgető társaim itt az irodában Szuhai Péter etnográfus, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, és Kácsor Zsolt egykori újságíró, író, akinek a regényéről is szó fog kerülni. Az online térben pedig meghívtuk Pap Máté olvasószerkesztőt, irodalmi szerkesztőt, kollégámat, illetve Serván Tihamért informatikust, aki az Evangélikus Egyházországos Irodájának a rendszergazdája. Mielőtt a beszélgetésbe kezdünk, hallgassunk egy kis zenét. Én azért jövök, megyek, hogy hogy otthon ne legyek. Hely, mert attól vagyok. Hely, megöldébb lámazom. Felvételünkbe belehallgattunk, a Hoppá Mihály Band egyik koncertjén készült Aszinkron létezés, ezeknek a koncerteknek a címe, ezek alapján készült a Cigányidők lemez. Aszinkron létezés olyasmit jelent az ő életükben, elsősorban Jónás Tamás költő munkásságában, hogy valahogy se itt, se ott nem találja magát otthon. A kortárs költészetben talán még nincs egészen idehaza ellenben, mint avantgard költőt talán a cigányság sem tudja igazán értékelni. Talán Jónás Tamásról is lesz még szó ma, de a zenével kapcsolatban feltétlenül beszélnünk kell arról, hogy a cigány zene, illetve a cigány zenészek mennyit tettek a magyarországi zenetörténetben, ha csak Csermákra és Biharira gondolunk, akik megteremtették a magyarosnak gondolt verbunkost, vagy azokra a jazzzenészekre, akik a világon mindenfelé viszik a hírünket, Pege Aladártól Szakcsi Lakatos Béláig, vagy akár gondolhatunk Pertis Lajos Prímásra, akinek a fia zeneszerző, az unokája pedig jó nevű zongoraművész lett. A cigány zenével kapcsolatban további érdekességeket fogunk megtudni a lapból, például azt is, hogy miért nincs ma már cigány zene a magyar vendéglátóipari egységekben. Nem abból a meggondolásból, ahogy Vörös Marti mondja a Véncigány versében, hogy húsz, ki tudja, meddig húzhatod, ez a ki tudja az ő esetében az öregedésre, a költői mű befejezésére utal, azonban Lakatos Tibor tanulmányából megtudhatjuk azt, nagyon érdekes, hogy hogyan is tűnt el a cigány zene a magyarországi vendéglőkből és éttermekből. Most Szuhai Péterhez fordulok, és arról kérdezem elsősorban, nyilván nagy vonalakban, beszéljen nekünk arról, hogy milyen cigány népcsoportok élnek Magyarországon, illetve körülbelül milyen létszámúak. Magyarországon három nagyobb és egy kisebb cigány etnikai, nyelvi etnikai csoportról beszélhetünk. Legnagyobb számban
a magukat muzsikusnak mondó anyanyelvet tekintve magyar cigányok, ami nem azt jelenti, hogy minden magát muzsikusnak mondó cigány muzsikus, csak hogy visszautaljak az előző tanulmány bevezető szövegére. Ennél sokkal bonyolultabb persze a kérdés, és csak egy zárójeles megjegyzés, hogy hogyha nincsen verbúválás, akkor nincsen verbunkos. Tehát az említett zeneszerzők gyakorlatilag egy már meglévő műfajba léptek be, és írták le a kottájukat, illetve a számokat. Tehát az egykori téglaégetők, sármunkások, napszámosok, akik szintén magukat magyar cigánynak vagy muzsikus cigánynak képesek mondani, több mint 70%-át teszik ki a magyarországi cigányságnak. Körülbelül 20% lehet, legalábbis 70-ben, még 50 évvel ezelőtt az első szociológiai vizsgálat során 20-21%-ra tette Kemény István az olasz cigányok arányát. Erdős Kamil etnográfus valamikor az 50-es évek végén 13 olasz cigány törzsről beszélt. Ma azt mondjuk, hogy ők romani nyelven beszélnek, a lovári, a kelderás és egyéb törzseik ismertek, ma már nem annyira számon tartott, hogy ki melyik törzshez tartozik, bár a kötetben szereplő Forgács István hangsúlyozza, hogy ő zalaegerszegi vagy zalamegyei lovári, vagyis hogy olasz cigány. A harmadik nagyobb csoport a beások csoportja, akiket a magyar köznyelv a 20. század első felében még olasz cigánynak nevezett. Azért, mert a nyelvük egy óromán nyelvjárás, nyelvújítás előtti nyelv volt, és ezért olasz cigányozták őket is, és olasz cigányozták tulajdonképpen a mai Románia felül érkező cigányokat, tehát romani nyelvű cigányokat. Ők olyan 8-9%-át tették ki akkor a cigányoknak, és mindegy 1%-nyi azoknak, és nem nagyon beszélünk azoknak a cigányoknak az aránya, akiket vend vagy szintó cigánynak mondunk. Amíg a beás cigányok korábban elsőben famunkával foglalkoztak, és időszakosan Teknővályok például, ők időszakosan vándorlók voltak az első magyarországi cigány összeírás 893-as összeírás szerint. A magyar cigányok nagy része letelepedett életkörülmények között élt már, és az olasz cigányok többsége vándorló volt még akkor. Tehát mindegy, az akkori 270 valahány ezer cigánynak mondott emberből 9000 volt az egyfolytában vándorló, akik az olasz cigányoknak tekintetjük. Tehát a legkisebb csoport a vend vagy szintó cigányok, akik nyelvében, a romani nyelvben egy nagyon erős német hatás van. Ahogy a... Köztük vannak a német nevűek is? Nem, az... Németes az, nevűek? Vagy ez nem, más az teljesen... Ja, a németes nevűek, németes igen, nevűek, igen, 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 igen. Tehát a Schneidberger egyik legismertebb, igen, ő. A szintó cigányok korábban mutatványosok voltak, köszörűsök voltak, és ma nagyon sokan közülük cirkuszosok, céllövöldések is. Egy délbaranyai faluban nőttem föl, ahol alsó tagozatban egy Évike nevű kislány tanévenként egy hétig volt az osztálytársunk. Ő is ringlispill és céllövöldés szülők gyermeke volt. De ez még egy 20 éve, 15 éve ezelőtt is így volt, hogy amikor egy filmet készítettünk, és egyik része a szintó cigányokkal foglalt, ozorai szintó cigányokkal, ugyanez volt a történet, hogy abban a búcsúban, ahol voltak, ott elmeséltek, lakókocsiba alatt, és elmesélték, hogy a gyerekek ma is tulajdonképpen nagy részük így jár iskolában. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a cigánynak mondott emberek létszáma, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy különbséget tegyek cigánynak mondott, és magukat cigánynak, románnak, beásnak mondó emberek között, mert a népszámlálás, a legutolsó népszámlálás 300 valahány ezer magát cigánynak mondó emberről tud, akik a népszámlálás során azt mondták, hogy én roma, beás, bármi vagyok. Ennél ugye én valószínűsítem, hogy olyan 600-700 ezer között lehet a cigányok száma aránya. Tudjuk, nagyon sokan vannak, akik nem vallják be, vagy nem akarják bevallani, csak többség mondja rájuk, hogy ők cigányok. Tehát nem csak arról van szó, hogy népszámlálási szituációban nem mondják meg, hogy ők esetleg cigányok, vagy ők egy belső beszédben magukat cigánynak nevezik, hanem
ha őket cigánynak nevezik, sem akarják, hogy őket cigánynak nevezzék. Tehát nem akarnak cigányok lenni. Volt, aki azt mondta, hogy 1 millióan vannak, tehát a cigányok egy része, politikusok 1 milliót mondanak, és a jobboldali politikusok 1 milliót mondanak. Mind a két tábor másokból mondja az 1 milliót. Másért, igen. Az egyik, hogy a létszám a jogokat, mint egy indokolná, a másik pedig egy félelmet keltő. Tehát annak idején, hogyha azt mondjuk, hogy mennyien vannak már a cigányok, vigyázzatok magyarok, mert jönnek a cigányok. Nem csak úgy jönnek, hogy nem úgy, ahogy ezt annak idején, Marosvásárhelyen, ahogy Lénes Éva tanulmányáról szól. Csak ott ugyan, hogy ne féljetek magyarok. Ne féljetek magyarok, igen. 1992-ön a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Törvényt alkották, ez 93-ban jelent meg, akkor én azt javasoltam, hogy mi volna, hogyha a beások is, meg az olácigányok is külön etnikumként határoznák meg magukat. Tehát négy külön nemzetiség volna. Lenne ennek indoka, igaz? Úgy gondolod, hogy ennek volna indoka. Arról nem is beszélve, hogy nem minden csoport, tehát az értelmiségi szinten megvan a kiegyezés, de a mindennapi populáris népi kultúra szintjén nincsen. Tehát ez a három csoport, a három nagyobb csoport egymással, tehát nincs házassági kapcsolata. Valószínűbb, hogy egy beás cigány, egy magyar cigány, vagy egy olasz cigány egy magyar házastársat választ, mint hogy egy olasz cigány egy beás cigányt válasszon. Igen. Egy magyar cigány egy beás cigányt válasszon. Így aztán indokolt volna az is. Na most értelemszerű, hogy ez egyszerre nyelvi etnikai osztályozás, de hogyha azt mondjuk, hogy egy szociológiai ismérvet is hozzátennénk, hogy a társadalmi ranglétrán hol helyezkednek el, akkor világos, hogy a cigányok jelentős része inkább a társadalom alsó rétegeibe tartozik, és kevesebben vannak jóval, akik sikeresebbek. Nyilvánvalóan ott, ahol adott településen a cigányok aránya már meghaladja a népességen belüli 50-60%-ot, ott sokkal inkább beszélhetünk egy ilyen elszegényedő telepi létről, míg ott, ahol, és például a olácigányok erre sokkal jobban figyeltek, és kevesebb olyan olácigány telep van, mint magyar, de ilyen mondjuk például a tiszavasvári olácigány telep, ami több ezes és egy zárvány, egy gettó, de a dunántúli olácigányok törekszenek arra, hogy ne legyenek egy tömbben sokan. Ha kereskednek, akkor van esély a kereskedésnek, hogyha különböző településeken helyezkednek el, és nem népesednek túl egy adott területen. Egész fiatal voltam, amikor Bari Károlynak a Karácsony című versével találkoztam, hihetetlenül megrázott, és nem csak azért, mert nagyon mély teológia van a hátterében, hanem azért is, mert talán akkor találkoztam először azzal a kiszolgáltatottsággal, azzal a perifériára szorultsággal, ami úgy gondolom, hogy a cigányirodalmat még ma is sok esetben jellemzi. Itt most meg is hallgatnánk Bari Károly egyik versét, Hajdú Tibor rádiós kollégánk fogja elmondani. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt? Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Pap Mátét kérem arra, hogy mondjon néhány mondatot, néhány gondolatot a magyarországi cigányirodalommal kapcsolatban. Elsősorban a lírára lennék most kíváncsi. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Hát én összegyűjtöttem pár kötetet innen a könyves polcomról. Zsuzsához kapcsolódva, illetve a meghallgatott vershez kapcsolódva, itt van nálam a Holtak arca fölé kínű Bari Károly kötet, ami 71-ben jelent meg, és annól, hát biztos mindenki emlékszik rá, közületek jobban is, mint én nyilvánvalóan. Ez egy nagy sikernek számított, mind eladás szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy ez egy 16-17 éves volt a
akkor a Bari Károly, amikor ez kijött ez a kötet. És most 2019-ben jelent meg a gyűjteményes kötete a Bari Károlynak, ez is itt van nálam. Erről Dukai Barnabás zeneszerző írt egy pár gondolatot a Krédó számba, de most hozzánk. Ebben van egy nagyon érdekes szöveg, Öninterjú a címmel, amit Bari Károly saját magával csinált. Talán ez önmagában reprezentatív információ a kontextusban, illetve felolvasnék egy részletet ebből talán a Zsuzsa kérdésére válaszolva Bari Károly szavaival. Hogy kihat-e a többségi társadalom esztétikai értékelésére a származás? Biztos vagyok benne, hogy ki. Ez látszólag ellentmond annak a tételnek, miszerint a származás nem esztétikai kategória. De csak látszólag mond ellent. Arról van szó, hogy létezik egy úgynevezett irodalmi kánon, amiben cigány származású írót, költőt még véletlenül se választanak be. Hiába üti meg a legmagasabb szintet. Ez azt jelenti, hogy a többségi társadalom kánonjelölő köre kizárólag saját tagjait tartja erre méltónak. Hát ez nem kell sok mindent hozzátenni szerintem. Talán válaszoltam is a kérdésre, illetve ezzel talán utaltam is, vagy Bari Károly szövege utalta arra a problémára, ami esetleg a Jónás Tamással kapcsolatban felmerült. És a Zsolttal való beszélgetésünk elején fel is vetettem a Zsoltnak ezt a problémát egy meg nem nevezett szerzővel kapcsolatban, aki egy kortárs magyar író, irodalmár, aki a, most nem, hogy mondjam, nem informálnám le a tagot, de hogy egy literán megjelent eszéjében azt írta, hogy ő tulajdonképpen Bari Károly, ő egy középkorú srác, irodalmár, Bari Károly nevével egy éve találkozott egy könyvesboltban. Szóval hát röviden így tudnám reprezentálni a kortárs magyar irodalom egy szeletének legalábbis a hozzáállás, szóval megdöbbentő tapasztalataim vannak erről. Illetve ott voltam a Széchenyi Akadémia beli székfoglalón, ahol Bari Károly ugyan nem volt jelen a ágyhoz kötött betegsége miatt, viszont ott volt a Fodor Tamás színész, aki a Csönd kötetből, ez is itt van nálam. Pontos, hogy Csönd a címe, és hogy véleményem szerint elvileg milyen akusztikával szólalnak meg ezek a versek. Fodor Tamás megbecsült színészünk ordítozva és a pulpitus csapkodva olvasott fel ebből a székfoglalón, illetve a szintén oligarchaként működő, történész, mindenki által talán ismert történész asszony pedig magassarkú cipőben a székfoglaló felén kislacsogott a teremből, miközben a médiaművész, szintén meg nem nevezett, nagyon elismert, nemzetközileg is elismert médiaművész a szemmel láthatólag újdonsülten felszedett barátnőjével metakommunikált, csak a zeneszerző, lásd Dukai Barnabás ült a háttérben, csöndben. Én pedig megittem egy nagyon drága kávét utána az akadémián. Lehet, hogy az Szigetre kellett volna menni Arany Jánoshoz hülyen. Talán ez is reprezentatív, és az Elfelejtett tüzek című Bari Károlyhoz is talán ilyen szimbolikus módon vízhangzik. Szóval az elfelejtett tüzeknek számítanak, azt hiszem, a kortárs magyar irodalomban vagy kánonban a cigányköltők, de azért felsorolnék néhányat, biztos, ismeritek őket, de csak amit a Bari Károly említ ebben a szövegben, hogy a minőség ellenére történik mindez. Tehát a Balog Attila, Rafi Lajos, a Hontalan, stb. Kovács József Hontalan, igen, bocsánat. Úgyhogy nem akarok csak negatívat mondani egyébként. Pár érdekességet még esetleg. Igen. Van egy nagyon érdekes kötet, ez a Csengei Dénesnek a Kétségbeesés méltósága című könyv. Ez a 80-as évek elején jelent meg. Nem most hirtelen. Nem, bocsánat, 80-as évek végén, 88-as kötet. És nagyon érdekes szerintem az a párhuzam, ami a Csengei Dénes, hogy mondjam, politikában, közéletben, irodalomban elfoglalt helye, illetve a kisebbségben lévő cigánykultúra analógiájában értelmezhető. Tehát egy olyan, hogy mondjam, biztosan emlékeztek rá, mert nem tudom, én csak felvételekből, meg szorványos dolgokból tudom, hogy ki lehetett ő, de mondjuk az ő aurája vagy attitűdje,
vagy politikai gerincessége, értékorientáltsága, vagy igazságérzete, talán predesztinálta is arra, hogy ő írja az egyik legjobb összefoglalót, vagy legátfogóbb, legátgondoltabb összefoglalót a cigány kultúráról, illetve a cigány irodalomról. Az ő sorsvázlata talán ilyen szempontból a kisebbségi származás, ügyileg kisebbségi lét, illetve a politikában betöltött gerinchúrosok között vagy hát a gerinctelenek között betöltött gerinces, elértitek, mit akarok mondani szerintem. Miért, szóval párhuzamba állítható ez a kisebbségi viselkedés, úgymond. Talán ez is hiányzik a mai közéletből, így a kultúrpolitikából is. Illetve a Blénesi Éva, akit említett már a Péter, ő írt egy cikket a Krédóba a Puczi Béláról, ugyanakkor meg is jelent neki jó pár évvel ezelőtt a Cigánynak lenni, költőnek lenni című Bari Károly monográfiája. Talán kevesen ismerik a szakmabeliek közül is. Úgy értem, hogy az irodalmi szakmabeliek közül is. Hát remélem, hogy nem szektem itt a közösségi kedvet. Igazából ezt ilyen reprezentatívan próbáltam felvillantani, csak pár, hogy mondjam, diszkriminatív, de alapvetően kulturális jellegű jelenséget. Köszönöm. Az az igazság, hogy már én Mátétól egyszer hallottam a Bari Károly székfoglalójának a botrányát, és meg is értem a feláborodását. Nem tudom, hogy nektek van-e ehhez bármi hozzáfűzni valótok? Van-e valamilyen tapasztalatotok? Péter, gondolom neked igen. Azzal kapcsolatban, hogy a cigány kultúra hogyan tagozódik be a többségi társadalom kultúrájára, és itt nem csak a jövevényszavakra gondolok. Szóval én nem tudom, hogy ez így teljes mértékben helytálló-e, mert azért mégis az Osztolykán Béla Lakatos Menyhért rengeteg kötete megjelent, mégiscsak népes olvasótábor olvasta. A gond inkább az, hogy, és ez a festészetben, a mai magyar kortárs képzőművészetben legjobban igazolható, illetve mutatható ki, hogy amikor egy képzőművészt lecigányoznak, akkor ők kikérik maguknak, hogy én nem cigányfestő vagyok, én festő vagyok. Festő vagyok, aki cigány. Nekem aki történt. Nagyon eszembe, hogy Pinszkinek mondanak, hogy a katolikus költő, és Pinszki azt mondja, hogy nem, ő költő aki katolikus. Vagyok. Igen. Tehát nem gondolom, hogy attól, hogy valaki, nem, szóval bonyolult. Tehát, hogy hány ezeren vannak az Írószövetség tagjai, hány ezeren vannak a képzőművész szövetség tagjai, és hány pár embert ismerünk, vagy néhány tucat festőt ismerünk, írókat, hány írót olvasunk egyáltalán. És ha bemegyek egy könyvesboltba, én magam azt látom, hogy ezrével vannak, jó, százal vannak könyvek, tehát nem lehet eligazdani sem tulajdonképpen. Nyilván vannak, akik orientálnak minket, és akiket úgy érzik, hogy nem eléggé olvasnak, azok meg is vannak esetleg bántódva, hogy ők kirekesztődnek, de mégiscsak megjelentek. Igen. Tehát egyfelől azt gondolom, hogy igen, a magyar, tehát alapvetően a magyar nyelven írott irodalom részei, ilyen formán a magyar irodalom részei. Sem a beás nyelven, sem a romani nyelven írók alig írnak valójában, pontosabban nagyon keveset alkotnak, mert egyfelől azt gondolják, és azt is tudják és érzik, hogy a saját anyanyelvi közösségükben nagyon kevés olvasó volna, és nem egy zárt világban akarnak élni, hanem ebben a magyar vagy közép-európai társadalomban és kultúrában ilyen formán minden megnyilvánulásuk mindenkihez szól. És értelemszerűen nincs értelme nagyon beskatujázni, hogy cigányfestészet vagy cigányirodalom. Irodalom, amelyben valamilyen módon a cigány identitás, speciálisan romákról, cigányokról való gondolkodás, diskurzus jobban átjön, mint bár van nem csak a cigányok diskurzus. Hát az identitása azon, amit írunk, hát ez nyilván itt is igaz. Nem biztos, hogy nekünk annyira fontos, hogy mi... teszem azt, evangélikusok vagyunk, magyarok vagyunk, én nem tudom, mik vagyunk, hogy mik voltak a nagyszüleim, vagy a szüleim. Tehát, hogy van egy
Tehát nem egy ilyen köthető és levezethető identitásról van szó, mint akkor, amikor társadalmi küzdelmek vannak, és etnikai küzdelmek vannak, az egyenjogúságért, az elismerésért, a saját csoportom megbecsüléséért, és ebben a pillanatban lesz mindennek egy kicsit más akusztikája. Igen. Tehát nem mondjuk, hogyha azt mondom, hogy a cigány festők, vagy roma festők a holokausztot milyen módon, vagy milyen mértékben festik meg, és hogy ugyanezt festik-e magyar festők, a roma vagy a zsidó holokausztot megfestik-e, vagy a romát paraimos, ahogy ezt ugye a lovári vagy a romániban mondják, hogy akkor kiderül, hogy nem. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik alapvetően egy identitást, egy azonossággal rendelkező kulturális áramlatot jellemeznek, és nem mindenki fest, és nem mindenki ír ilyen történeteket. Akkor szerintem nagyon jó átvezetés lenne a Cigány Mózes című kötethez. Az, hogyha most a Jónás Tamásféle aszinkron létezést megvilágítanánk a magyar irodalom szerintem egyik legszebb szerelmes versével, amelyből egyáltalán nem derül ki, hogy Jónás Tamás cigány identitású költő, és talán éppen ugye ez magyarázza azt, hogy se itt, se ott nincsen igazán otthon. Ezt a verset is Hajdú Tibor fogja elmondani. Jónás Tamás, csak szonett. Hitetlenségem büntetése vagy. Nem számítottam rá, hogy közelemben lehet még jeget olvasztani ember, pinceablakon beragyogni nap. Nem tudtam rólad, nem is vártalak. Nevettem volna, ha mesélnek rólad. Nem volt már súlya bennem semmi szónak, és szétgurult risszemek, mind a nap. De most erdők lépnek velem, ha lépek, a tenger fáradtan mellém zuhan. A fájdalmak felragyognak, s kiégnek. Hangyabolyvilág nyüzsög boldogan a melkasomban, és kapkod az élet. Sorsomnak veled újra dolga van. Vendégünk itt az irodában Kácsó Zsolt író, akinek Cigány Mózes című kötete nemrégiben látott napvilágot. Azt olvastam az életrajzodban, hogy az előző köteteid is történelmi ihletettségű vagy ihletésű kötetek, a Cigány Mózes is az. Miért gondoltad azt, hogy nem cigányként, hogy valamiféle mitológiát gyártasz, írsz a cigányságnak? A személyes vonatkozása ennek az volt, hogy 2009-ben magyar állampolgárként nagyon megviselt a cigányok ellen elkövetett sorozatgyilkosság. Meg voltam döbbenve, hogy a saját hazámban ártatlan emberekre vadásznak és gyereket is lelőnek gyilkosok, és az utóbbi 10 év bebizonyította, hogy a magyar társadalom nem nagyon kíván ezzel szembenézni, nem nagyon van vízhangja az esetnek, nincs emlékműve a helyszínen a cigány áldozatoknak, nincs Debrecenben a cigánygyilkosok emlékére egy bűnjel. Szóval azt gondoltam, hogy ezt a könyvet a cigány áldozatok emlékére szeretném megírni, és voltak éppen ezt a sztorit akartam feldolgozni, a cigánygyilkosok által elkövetett sorozatgyilkosságot, csak hát idővel, ahogy mondani szokás, kinőtte magát a téma, és azt gondoltam, hogy rá lehet feszíteni egy olyan keretre, ami egy religiózus eposzi keret, a Tóra, és ezzel beemeltem egy olyan térbe a történetet, ami szerintem elemeli attól a aktuál politikai iszonyatos valóságtól, amiben beágyazódott annak idején, és amelyben most is benne van. És azt miért gondolod, hogy a paródiának és ennek a hősiességnek az összefonódása vagy összefonása célra vezető? Nem tudom, hogy célra vezető-e, majd az olvasó eldönti, hogy számára ez élvezhető vagy szórakoztató-e. Én azt gondoltam, nem akartam nagyon patetikus lenni, és oldani kívántam ezt a patetikusságot, és azt gondoltam, hogy csinálok egy ilyen fordított hősi eposzt, amelyben deheroizálom a hősöket. A paródia igazából irodalmi és nyelvi paródiaként
értendő, mert van néhány olyan hosszú-hosszú monológ folyama a könyvben, amelyben például krasznahorkai írásait parodizálom. Szóval bocsánat, semmiképpen sem a cigányokat szerettem volna parodizálni, ez egy irodalmi paródia. Irónia, igen. 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 A cím maga, a cigány Mózes, tulajdonképpen metafora. Mózes az, aki kivezeti a népét valahonnan, valahová. Ugye Kossuth Lajos tartották a magyarok Mózesének, Petőfi is ír a 19. század költőiben a lángoszlopként vezető költő mózesi küldetéséről vagy elhivatottságáról. Ez a mi cigány Mózesünk, akiről szól a kötet, ő honnan kapta a felkenést? Hát ő valójában a saját halucinációi, drogos tapasztalatai és vallási fanatizmusa, vallási olvasmány élményei alapján lett olyan, amilyen lett. Tehát önjelölt Mózes. Ő természetesen önjelölt Mózes. Én nem is venném magamnak a bátorságot, hogy úgymond kívülről bárkit Mózesnek nyilvánítsak. Itt voltak éppen azzal játszom el, hogy ez az ember, a főhősöm, látván azt a gettószerű életet, amelyben élnek Kelet-Európában cigány emberek, ő úgy gondolja, hogy innét csak egy felé vezet az út vissza az ős hazába. Ami nálam természetesen nem szó szerint értendő, mert szerintem ebben a könyvben szinte semmi sem szó szerint értendő. Tehát az, hogy visszavezetni az ős hazába a cigányokat, mármint Indiába, ez valamiféle lázas, ködös elképzelés arról, hogy innen menekülni kell, hiszen itt végül is ölnek. És visszatérve egy kicsit a formára, rá fogunk ismerni mondjuk a Biblia első könyvének a gesztusaira, vagy bármely más hősi eposzra, amelyet mondjuk a gimnáziumban olvastunk. Igen, 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 erre odafigyeltem. Hát mindegyik könyv, öt részből áll ugye a könyvem, mint a Tóra, és mindegyik könyv az adott tórai könyvnek a parafrázisa. Aki ismeri ezeket a szövegeket, az tudja, rá fog ismerni a motivumokra. Mindegyik könyv ugyanazzal a szóval kezdődik, mint az adott tórai könyv. Illetve hát teljesen ismert szövegátvételek is vannak, például a hősök leszámolása egymással a végén, az például az Iliászból van. Illetve hát nagyon remélem, hogy sokan ráismernek a nagyidai cigányokra, hiszen a nevek onnét jönnek, illetve hát ha már elhangzott Jónás Tamás neve, akkor szeretném megjegyezni, hogy tőle is van idézet a könyvben, és van idézet Zelek Zoltántól, Seres Rezsőtől, vannak benne Zámbó Jimmy dalok, szóval igyekeztem egy popkulturális... Széles-széles kulturális mezőt igen. Átölelni. Igen, igen, és igen. És vannak-e visszajelzéseid már? Néhány hete jött ki a nyomdából a könyv, ha jól tudom. Két-három hete jött ki. Két-három hete. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy például cigány olvasóid lesznek-e, és milyen reakciókat fogsz kapni tőlük. Erre én is kíváncsi vagyok. Megjelent néhány hete egy részlet a valamelyik labban a regényből, és két ismert cigány értelmiségi írt nekem, hogy elolvasták, és nagyon érdekli őket a részlet alapján a könyv, mert nagyon szívszorítónak tartják. Kaptam néhány visszajelzést, ezt nem nagyon szeretném mondani, hogy mit írtak, mert zavarvejtően pozitív volt. De hát akkor tehát ez Cigány Mózes a címe, de nem egy vallásos könyv, hanem egy fiktív történet. Történelem. Fiktív történelem. Abszolút fiktív történet. Tehát nem szabad úgy olvasni, mint egy dokumentum regényt. Nem is. Aztán szóval az előző könyveidet sem szabad úgy igen, olvasni. Nem. Ez a Lóguló egy... Szent István például. Igen. Hát ez egy nyelvi, irodalmi játék. Csak eszembe jutott, hogy Zsolt beszélt itt a Cigány Mózes figurájáról, hogy tök érdekes, hogy a Borbély Szilárd Nincs Telenet című regényében van egy hasonlóan című figura, egészen más karakterben, hasonlóan elemelt figura, a Messiás nevű cigány ember, aki az ő szülőfalujában volt. A fikció még innen megtalálható. Nagyon jó párhuzam, igen. Köszönöm. Hallgassunk meg rövid részletet a szerző tolmácsolásában. Induljunk hát, drága cigányaim, mondta válaszul a megbocsátó szépasszony ekkor, majd a szivárvány boltozatáról a hosszú fekete hajára ültette mind az anarchista népet, a purdékat előre, az asszonyokat középre, a férfiakat meg hátra,
majd fölemelte gyönyörűséges fejét az ősanya, a tengernyi hajába belekapott a szélkirály, és fölemelkedett az égi cigány karaván a levegőbe, így indultak meg ők az égen a szélkirállyal, a született anarchisták, drága cigányai a megbocsátó szépasszonynak, akinek fekete szoknyája vitorlaként lobogott utánuk. Kedves cigányaim, megmutatom nektek Európát, harsogta a szépasszony, és amelyik ország nektek a legjobban tetszik, én ott landolok veletek, menjünk hát, repüljünk. És repültek, megiramodtak nyugat felé, és a megbocsátó szépasszony után sistergett a levegő, ahogy nekivágott Európának. Igyekezett mielőbb nyugatra, de jaj, alig hogy elérte a szépasszony a szokásos repülési magasságot, a cigányok lenéztek az égből, és úgy megijedtek a magasságtól, hogy egyszerre csak elengedték a szépasszony fekete haját, és kezdtek sorra lepotyogni, 1, 2, 3, 13, 33, hullottak az emberek az égből, mint a zápor eső csöpjei. Egyedül szegény rozsda nem élte túl az utazást, ő gerinctörötten hevert, s nem motyogott immár, kisimultak végre arcának ráncai, magára hagyta őt végleg a kibicsaklott lélek, cigányai pedig tanástalanul ültek körülötte a mezőn, kuporogtak egymás mellett, mint ázott varjak, s vágyakozva bámultak a szél után, amely nélkülük repült tovább, ők meg ott maradtak Európa örökre pór felén, keleten. Látomásos, gyönyörű. Ez kicsit parafrázis a Szécsi Magda. Persze. Tele van ilyen motivumok. Így van. De van benne olyan legenda, amit én találtam ki, ahogyan a tésztát gyúrja az elején az első cigányember, és a tésztából kisült. Ez pedig annak a eredet mondának a parafrázisa, hogy a Jóisten ugye gyúrja az embert, és akkor az elsőt azt odaégeti, az lesz a fekete. Így van. A másodikat azt... Így van. Azt hamar kiveszi, vagy fordítva először, hamar kiveszi a fehér ember, és akkor olyan cigánykás a harmadik, és az a szép. És hát végül is a Teremtés könyvével kezdődik a Tóra, és kezdődik a cigányhozásunk is. Persze. Péter, kérdezem még a cigányok vallásosságáról, Dióhéjban néhány gondolatot. Oszd meg velünk. Ez azért is fontos kérdés, mert eredetileg Péter erről írt volna a tanulmányt a Krédóba, erről a nagyon-nagyon fontos kérdésről, csak hát a tanulmány a Krédó kereteit teljesen szétfeszítette volna. Az én időmet is meghaladta, tehát azért gondoltam először erre, mert hogy közszegítettel néhány dokumentumfilmet készítettünk már, meg az országjárás közben elég sok helyen megfordultam, és ismerem egy kicsit a egyház és a cigányok, cigány és a vallásosság kérdését. Szentgyuládon a kurziósokkal, ez egy katolikus lelkiségi mozgalom, ami egy spanyolországi eredetű mozgalom, és ott sikerült Szentgyuládon békét teremteni a kurzió által, a cigányok és magyarok között egy ma már majdnem 80-90%-os cigány lakta faluban. Csináltunk filmet Diószegen a hetednapi adventistákkal, nem akarom sorolni, jártam Hodászon, Hodásznak külön irodalma van, filmek tucatja készült. Jártunk Alsó-Szentmártonban, ahol ugyanezt történik, a Lankó József plébános ugye megteremte egy ilyen nagyon erős katolikus közösséget és bázist, tanodát csinál, mindenfélét csinál. És akkor kiderült az, és azt kezdtem ugye végig gondolni, sőt, hát maga a szöveg azzal kezdődött volna, hogy Horváth Rudolf, Soproni Fegyenc 1909-ben írt egy könyvet, tulajdonképpen a cigányok letelepítésének szövegét írta meg, plusz a saját önéletírását. És ebben van egy olyan gondolatsor, hogy amíg a misszionáriusok eljutottak Afrika belsejébe, addig Magyarországon, és ott térítették ugye úgymond a benszülötteket, az őslakosokat, a törzsi társadalom tagjait, már nem így mondja utolsó. Addig Magyarországon, ezt mondom, 910-ben járunk, addig Magyarországon nem sikerült még eljutni az egyházaknak a cigányokhoz. És valóban ez nagyon megfontolandó 910-ben. Az kiderül a népszámlásokból, hogy akár az elsőből, akár a 893-asból, hogy a cigányok az adott népesség uralkodó vallásának vallását követik. Tehát így például az erdélyi szászvidéken ott alapvetően az a kevés evangélikus
cigány ez innen kerül. Az Alföld református részein ők is jobbára reformátusok, görög-keletiek ott, ahol görög-keletiek, görög-katolikusok, ahol görög-katolikusok laknak, tehát nincsen nagy különbség. Vagy integrálnak, vagy egyszerűen csak beveszik őket, mert ugye az a tapasztalat, hogy házasságot nem kötnek, ebben az időben egyházi házasságot nem kötnek, ám a gyermeküket megkeresztelik, tehát az egyházhoz kötődés gyakorlatilag ennyi, hogy keresztelik a gyermeket. Na most valójában az 50-es, 60-as évek fordulóján Jenő kopasz testvére, hogy ezt mondják a kisegyházban, jutott el a szatmári részeknek, Tiszahátnak falvaiba, és nagyon sok gyülekezetet. De ezt megelőzte már, bocsánat, Sólya Miklós, hogy a szavamat ne keverjem, a hodászi evangelizációja, hogy ami egy embernek, ahogy az Alsó-Szentmártonban, szintén egy embernek a törekvésére egy-egy falu lakossága megpróbál kötődni egy egyházhoz. Ugyanakkor is itt az egyik fontos megfontolás, hogy mégiscsak kellett külön templomot, illetve kápolnát építeni Hodászon a görög-katolikus cigányoknak. Mert a görög-katolikus, hát ugye ez egykori szlovákok, vagy ruszinok, magyarok, azok gyakran kiutálták a cigányokat a templomból, Sólya Miklós ellenére is. És akkor külön egy külön templomot kellett építeni. Alsó-Szentmárton gyakorlatilag 100%-ban cigány település, hát nincsen gond a templomi, ha úgy teszik, integrációval. Vagyis, hogy abban az esetben is, amikor próbáltak volna a cigányok, romák valamilyen módon kapcsolódni egy-egy egyházhoz, a uralkodó népesség egyház községének tagjai akadályozták meg, vagy nem is szerették volna, hogyha rendesen társulnak hozzájuk. És az a tapasztalás, hogy persze a evangélikus egyház, a református egyház viszonylag későn eszmél, de úgy szinte a katolikus egyház is, tehát vannak példák, hogy lám itt meg itt, ez meg ez a lelkész létrehozott egy gyülekezetet, itt még talán együtt is élnek a cigányok. De ami lényeg, hogy igazán a kisegyházaknak, igazán a szabad keresztény egyházaknak sikerült ezt mind a mai napig ezt elérni. És azt mondhatom, hogy van néhány tucat minta egyház, vagy minta közösség. De gyakorlatilag azt mondhatom, hogy mind a mai napig nem jellemző, hogy a cigányok, akik természetesen keresztények, természetesen hiszik Jézus megváltás történetét, természetesen hiszik a katolikusok hiszik Szűzmáriát, és akkor néhány olyan elem lett volna az elemzésben, mint például mondjuk a csatkai búcsú elemzése, ami alapvetően jó lett nem cigány búcsújáró hely, de hogy az olá cigányok jelentős része a Dunántúról felkeresi a csatkai búcsút. A görög-katolikusok, cigányok, romák mondjuk a Nyírségben felkeresik a Mária Pócsi görög-katolikus kegyhelyet vagy templomot. És akkor egy külön szöveg szólt volna arról, hogy hogyan is néz ki mondjuk a búcsújárás csatkán. Hogyan ütközik a szakrális és a világi, a szakrális és a profán. Vagyis, hogy két napig részt vesznek a búcsún, de egy része az, amikor gyertyát gyűjtünk a templomban, amikor a forrásból éltető vizet veszünk, és azt esetleg hazavisszük. De mégiscsak van egy jelentős része, ami a családok, a rokonságok, az ismerősök közötti találkozás, és a buli valójában. Tehát ott laknak két napig, és bulikáznak. Zene van. Tehát van egy profán tér, távol mondjuk lent a völgytől, ahol van a búcsúja, a kegyhely, de közel hozzá. Tehát egyszer leródtuk tiszteletünket Máriánál, vettünk vizet, ne adj Isten, még egy misén is részt vettünk, de mégis csak a lényege a dolognak az, hogy emellett egymásnak ülünk, és egymással vagyunk. Ezt persze nem szereti a katolikus egyház, és vagy az ott a fenntartó
csak maga módján próbál is ezzel ellen tenni, és külön választódik valójában a magyar és a nem magyar, vagy a magyar és a cigány búcsújáró közösség. Vagy a temetés, ami megint csak egy új keletű, az elmúlt pár évtized fejleménye az olasz cigányok körében kigondolt örökös lakás már-már vallási rituális szerint való eleme temetkezése. Vagyis, hogy egy etnikus öntudat jelenik meg a temetésen belül, és azt mondják, hogy mi, és mondjuk erre konkrét példánk van a kétegyházi elemzés, ahol egy alapvetően román többségű görög, tehát ortodox görög keleti román templom gyülekezet van, de van egy kis katolikus, meg van egy baptista gyülekezet is, de tulajdonképpen hol ide, hol oda mennek a cigányok, de mégiscsak a legfontosabb, hogy a temetés során alakítanak ki egy kvázi vallásos magatartást vagy attitűdöt, tehát ahogy eltemetnek valakit. Tehát megtartják a vírasztást addig a haláltól számított addig, amíg el nem temetik a halottat. Vírasztanak estétől reggelig. Úgy viszik ki a temetőbe, tehát a temetőben egy örökös lakást építenek, vagyis olyan kamrát, sírkamrát, amit aztán kicsempéznek, körbe szőnyegeznek, a halottat leeresztik abba a lakásba, bútorokkal rendezik be, kedvenc tárgyaival, sörrel, cigarettával, és mikor ez lent van, akkor a gatyaszárat még, ugye a férfi, akkor azt még kioldják, mert ez mégiscsak egy, ha úgy tetszik, egy nagyon régi és egyetemes szokás, de végül is letakarják beton koszorúkkal a sírt, majd kefniket, tufakefniket tesznek bele, lenejlonozzák, és úgy jön rá a föld. Vagyis azt mondják, hogy ne érje föld, ne érje por a sírkamrát. És erre nem folytatom a ritusát, és azt mondja még életében Csoli Daróczi József, hogy egy konferencián, ilyen hozzászólásban, hogy majd 500 év múlva, amikor régészek Magyarországon ásnak, akkor azt fogják mondani, hogy az ezredfordulón már csak cigányok éltek az országban, mert hogy a magyarokat azt vagy elhamvasztják, vagy csak elteszik a földbe, és a koporsó elrohad, és csontok maradnak, de hogy kultúra lett volna, az nem. De bezzeg a cigányok. Na tehát, hogy ez teológiai értelemben nem vallás. Ne. De azt gondolom, hogy a mindennapi de mégis élet... valamiféle vallásosság. Nem dogmatikus vallás, igen, de valamiféle vallásosság. Mondom, igen. Na, tehát, hogy lett volna kis rendszerkritika a szövegben. Tehát az egyes egyházak hozzáállása. Azt hiszem, hogy a Székely püspöktől is valamit kiszedtem. Igen. Az a tény, hogy a szabad egyházakhoz könnyebben kapcsolódnak. Annak nem az lehet-e az oka, hogy kevésbé hierarchikusak azok az egyházak, kevésbé merev a rendszerük. Ez is teljesen benne van. De nagyobb a figyelem is ebből következően. Sőt, a saját részvételük is nagyobb. Igen. Tehát tanúságot tehetnek, énekelhetnek, ne adj Isten, még prédikálhatnak. Az a gesztus, hogy egymás lábát megmossák. Tehát el nem tudom képzelni, hogy mondjuk a Mátyás templomban, hogy beszabadul, jön egy cigány vallásos közösség, akkor ugyanazt az élményt megélheti, mint mondjuk egy kis egy szabad keresztény egyházban. Igen. A lábmosásról egyébként van egy nagyon kedves történet ebben a krédóban Bakai Péter missziói lelkésztől. És mielőtt még néhány záró gondolatot megfogalmaznánk, egy rövid szöveget felolvasok a saját magam által jegyzett szerkesztői beköszöntőből. Ez Bodócki István képzőművésztől származó szöveg, aki a Scrapbook című művének egyes darabjaihoz írt rövid szövegeket. Sajnos mire ez a legutóbbi kiállítása megnyílt, István elhunyt. És ő azért került bele ebbe a labba, mert rengeteget segített Eritók Nórának a toldi cigánygyerekek missziójában, kulturális missziójában. Tehát a rövid szöveg az egyik Scrapbook alkotáshoz így szól: látta Istent.
A Szienai Szent Katalin templom itt a Via Giulián, ahová gyakran betérek csendet hallgatni, tele van nagyon tarka színes zászlókkal. A geometrikus mintázatok közepén egy-egy állatmotívum, csiga, bagoly, sárkány, sas, liba, sűn, stb. Mint megtudtam, ezek Siena 17 történelmi kerületének zászlói. Cigány templomnak neveztem el, mert úgy gondoltam, ez biztosan tetszene a toldi cigány embereknek, akiket Nóráék egyszer elvittek Gyulára kirándulni. Amikor bementek velük egy nagyterű katolikus templomba, az egyik asszony megragadta a barátom karját, és azt mondta, Nórika néni, én félek. Nem tudható persze, hogy mi váltotta ki belőle ezt az érzést, vagy így fejezte ki azt, hogy le van nyűgözve. Ahogyan azt sem tudom, hogy mit látott a 6 éves cigány kislány Maja, amikor Pestre hoztam, és az autóval ráfordulva a kivilágított Hősök terére így kiáltott fel. Láttam Istent. De aztán nem tudta leírni, hogy mit is látott. Amellett, hogy a lapszámban a cigány kultúrának különböző területeivel, irodalommal, zenével foglalkozunk, amellett néhány képet felvillantunk a segítőkről is, azokról a lehetőségekről, azokról a missziós lelkületű emberekről, amelyek, illetve akik elérnek cigány közösségeket, akár a Nyírségben, akár a Dunántúlon, akár Pest megyében. Ezek itt többségében, mivel evangélikus folyóiratról van szó, természetesen az evangélikus egyháznak és az evangélikus egyházhoz kapcsolódó személyeknek a működését írják le ezek a cikkek, és ezek között az egyik különösen is fontos, amely a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumról szól. Végezetül egy olyan munkatársunkat kérdezzük, aki ebben a kollégiumban végzett. Serbán Tihamért kérdezem arról, hogy milyen családi háttérből érkezett, és milyen tapasztalatokkal gazdagodott Nyíregyházán. Az én családi hátterem az inkább a közép kategóriában, mint sem a legszegényebb közé tartozna. Ugye mind a két család, anyám és apám is ugyanúgy dolgoztak, mármint az napszámból megéltek. 8 általánossal rendelkeznek. Nem mondanám azt, hogy szegénységben nőttem fel, meg volt mindenünk. Ugyanúgy meg volt a lehetőségünk a tanulásra is, mi ezzel éltünk is. Így kerültem a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkolihoz is. Ugye a Roma Szakkoli által nagyon még több út nyílt meg számomra, nagyon sok mindent kaptam tőlük, ami által mondhatni azt is, hogy most itt dolgozom az Evangélikus Egyház irodáján. Ha lehet, oszd meg valami fontos emléket, élményt, ami a szakkollégiumhoz köt. Ugye ami fontos számomra az, hogy ugye ezek előtt én nem igazán volt bennem elég hit ahhoz, hogy mondjuk tanuljak, vagy bármilyen gyülekezethez tartozzak, vagy bármi ilyesmi. Ezáltal így jött egy olyan megerősítés bennem, amikor az evangélikus Roma Szakkolihoz kerültem, hogy az ottani emberek, az ottani, akik tanítottak, vagy akik felkészítettek a vizsgára, vagy ehhez hasonló vizsgákra, ők által mondhatni azt is, hogy egy akkora elkötelezettség jött el bennem, hogy akár megtérjek, mint evangélikus. Ugye ez inkább innen jött. Azért is szerettem volna már itt dolgozni, és itt erősíteni a Roma Szakkoli hírnevét. Igazából azért nem tudtam elég összeszedetten beszélni erről, mert ugye számomra is elég nehéz felfogni, hogy már itt tart az én életem, és hogy már most munkahelyem van, és nem mondhatom azt, hogy csak tengek-lengek a világban, hanem számomra ez egy elég erős életút, amit most csinálok, és hogy eléggé boldog vagyok, hogy már most májusban a diplomámat is a kezembe tarthatom majd. Búcsúzóul pedig hallgasson meg még egy részletet a Cigány Mózesről a szerző előadásában.
Olyan csodálatos ez az élet, mint egy száraz tűzi vízvezeték. És a felépítése is éppen olyan. Ennél a gondolatnál tartott a csodálatos és nevezetes, híres nevezetes Diri, sőt éppenséggel időzött, amikor azt érezte, hogy egyelőre ismeretlen elkövetik a hóna alá nyúlnak és felemelik őt, és azt hallotta akkor az ő füleivel, hogy elég volt belülette vén kenyérpusztító, és látta, amint saját fattyai cipelik magukkal föl a hegyre, és vitte őt a pereputy. És vittek magukkal kötelet is, és mondták, hogy álmukban megjelent nekik a megbocsátó szépasszony, és utasította őket, hogy áldozzák föl a híres nevezetes Dirit, mire az öreg az ő alaptermészete szerint kételkedni kezdett, és az a kétely fogalmazódott meg az agyában, hogy akkor az egész, ami ővel ez idáig történt, csak egy nagy kamu volt, hiszen nem csak ő hozzászólott tehát az égi hang, hanem a saját fattyaihoz, akiket a híres nevezetes Diri, hogy őszinték legyünk, nem tartott túl sokra, mármint értelmileg. De baszhatta most már, hiszen vitték a hegyre, hogy vérét vegyék a megbocsátó szépasszony állítólagos utasítása szerint, és a hegytetőn voltak már a bércvint visszhangosan zengő magasában, amikor a híres nevezetes Didit elfogta a halálfélelem. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, köszönjük a beszélgető társaknak, Szuhai Péternek, Kácsó Zsoltnak, Pap Máténak és Serbán Tihamérnak a közreműködését, olvassák a krédót. Nem csak ezt a számot, hanem a korábbiakat is meg tudják még rendelni a Luther kiadó webshopjában, és mindenkinek áldott adventi várakozást és szép ünnepet kívánok. Én azért jövök, megyek, taj, hogy otthon ne legyek. Taj, mert ottól van. Hely megöl azonnal, hely engem ebbe a víz.